Lilla már itt van, akit pénteken megválasztottak Pest megye szépének, és itt van Zoli is, aki pedig a verseny főszervezője, immáron negyedik alkalommal. Milyen érzés volt ott állni és szépségkirály nővé válni? Hát számomra elég nehéz megfogalmazni, mit is éreztem akkor, mert most kezdem el igazán felfogni, hogy mi is történt, és nagyon boldog voltam, és nagy boldogsággal tölt el, hogy most képviselhetem egy éven keresztül Pest megyét. Mindenféle rendezvényen negyedjére rendeztétek meg, szerveztétek meg ezt a bizonyos Pest megye szépe választást, ilyenkor nagyon nagy számban jelentkeznek a hölgyek, tehát hogy sok nagy a túljelentkezés? Jó napot kívánok, szeretettel köszönök mindenkit, köszönöm ezt a találó kérdést, nagyon sok hölgy jelentkezik, elég komoly szűrőn mennek keresztül, az első már az e-mailes fotóval kombinált rövid önéletrajzos bemutatkozás után már szelektálunk, és már csak azok a hölgyek jönnek eleve a castingra, akiket a szakmai zsűri az első szemrevételezés, tehát a képek alapján így nagyjából kiválaszt, és akkor egy ilyen kétfordulós casting következik, amiben nagyon érdekesen ugye Pest megyének a nevezetességeiről, hírességeiről is számot adniuk a hölgyeknek, tehát mi azt mondjuk, hogy ha valaki hazánk legnagyobb lélekszámú megyében él, akkor az egy alapműveltség, hogy legalább a megye kiemelkedő nevezetességeiről számot adjon, és hát legnagyobb pozitív megdöbbenésemre nagyon képben vannak a hölgyek, úgyhogy már úgy készülnek föl, akik kicsit tudatosak, tehát hogy szeretik a megyéjüket. Hát nem lehet, hogy furfangosabb kérdéseket kell legközelebb föltenni. Igen. Nem lehetett amúgy könnyű válogatni vagy választani, mert hogy a magyar lányok legendásan szépek, és hát Lilla valami gyönyörű vagy amúgy, meg gratulálok én is a győzelemhez. Hogy alakult, hogy te jelentkeztél? Nekem kellett volna mondani, hogy milyen gyönyörű vagy. Köszönöm szépen. Egyébként ismerősöm ajánlotta a versenyt, és megnéztem a kiírást, és nagyon jó lehetőség volt ez számomra. Én egyébként szeretek színpadon lenni, meg beleszerettem volna nézni ebbe a világba, ebbe a szépségverseny. Ez volt az első szépségverseny, amin indult? Volt korábban egy modell versenyem. Ott második helyezést értem el, de azért az nem volt ilyen magas színvonalú, mint ez a verseny. A korona átadás viszont egy kicsit máshogy zajlott, mint a hagyományok. Erről mit érdemes tudni? És ez nem robbant, mint a beépített filmben, tényleg. Igen. Beszélgettünk itt a korona átadásról, hogy egy kicsit máshogy alakult. Az én fejemben megfogant kreatív ötlet volt, tehát gyakorlatilag egy videó üzenet, egy videó köszöntő keretében. Ugye az előző gyönyörű szép királynőnk Vivi, ugye, anyai örömök elé nézett, és egy gyönyörű szép kisbabával áldotta meg a Istenőt, és gyakorlatilag nem tudott eljönni, viszont kitaláltam, hogy a Werk filmbe, ami a castingtól az a neve, hogy út a döntőig, tehát a casting első pillanatok kezdve a gálás napjáig végigkíséri a lányokat 15 percben. Ebbe belecsempésztük Vivinek a köszöntőjét, a kisbabájának a fényképjel, és hát ez nagyon nagy sikert aratott. Azért is más ez a szépségverseny, vagy mondjuk, hogy különbözik a, nem mondom, hogy az összes többi tömer, ahány szépségverseny, annyi féle, de ugye itt nincs olyan, mint ami szokott lenni egyébként a legtöbb szépségversenyen, hogy akkor hát bikiniben, vagy fürdőruhában is megmutatják magukat a hölgyek. Valóban nincs ilyen. Mi hazánk legnagyobb lélekszámú megyének nevét képviseljük, Pest megyét, és ugye ez nem csak büszkeség, hanem egy felelősség is. Én jó magam Pest megye kitüntetettje vagyok, tehát Pest meg környezetvédelmért díjat kaptam 5 éve, és én akkor elhatároztam, hogy nagyon meg fogom becsülni, és miután megkaptam az engedélyt a Pest megye közülés elnökétől a név és logó használatra, ezért én egy komoly felelősséget vettem a hátamra, és ezt a felelősséget, azt vállalni is kell, és meg is kell hálálni a bizalmat, tehát ugye Pest megye nevét visszük, úgyhogy kissé konzervatív stílusban próbáljuk megtartani, de nagyon nagy sikerrel. Most is telt házunk volt, és nagy örömömre. Megtörtént. Mondja csak. Nem voltál pénteken, én befogom. Most ezt meddig fogom hallgatni, hogy nem voltam pénteken. Nem csak Zoltáni nagy felelősség, hanem a tiéd is, mert hogy most egy éven keresztül te képviseled a megyét. Mit jelent ez? Hogy néz ki a következő egy éved? Nagyon sok program lesz, ami részt veszek. Fotózások, mindenféle ilyen dolog igazából.
felvételek, rendezvények, igen. Utazás is lesz, autó is lesz. Egyébként nálatok a színfalak mögött, és persze többen voltatok, nyilván jelöltek. Van ilyen rivalizálás? Lehet ilyet? Én azt gondolom, ez egy nagyon összekovácsolódott és jó csapat volt, ugyanis a vírushelyzet miatt ez csúszott, ez az egész verseny, és egy évünk volt így összekovácsolódni, egyáltalán nem volt rivalizáció, és nagyon örülök, hogy megismerkedtem a lányokkal. Nagyon ügyesek voltak ők is megérdemelték volna a koronát, mert nagyon oda tették magukat. Bocsáss meg a kedvemért, kimondanád azt, hogy világbéke? Világbéke. Köszönöm szépen. Csak azért, mert a Sandra Bullock olyan szépen mondja abban a filmben, hogy nem tudom, akármilyen büntetést kapnának a visszaeső bűnözők, és világbéke. Jövőre is megrendezitek nyilván. Jövőre is megrendezzük. Egy születésnapi pár perces megemlékezést majd szeretnénk becsempészni a jövő évi gálába, hiszen az ötödik lesz. Az ötödik az azért mindenhol már egy nívós szám, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk, el sem hiszem, hogy már az ötödiknél tartunk. És hát tovább szeretnénk vinni, ugye hosszú távon Pest megye jó hírnevét, én erre tettem fogadalmat a Pest megyei közgyűlés előtt is, és ez nagyon megtisztelt minket. Szabó István elnök úr, aki az első sorban végignézte, és hát nagy gratuláció mellett élvezte az egész gálaestet. Lezajlott tehát pénteken a 4. Pest megye szépe választás, tényleg gyönyörű lány vagy egyébként, gratulálok a koronához is, csak így tovább, és mindenhol is legalább ilyen gyönyörűen. Köszönjük szépen, hogy jöttetek, nektek pedig az ötödik szervezéséhez, akkor hát minden jót. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen.